Velem van bajom, engem fogjanak meg, engem! Ne jönnek ide! Több mint egy hétig sírtak, nem mertek lefeküdni, az én ágyomba utak. Azt nem rejtem vék alá, hogy olyan társaságban állunk, aki nem ijed meg a saját árnyékától. Nem, most mondtam, mi is itt a legnagyobb probléma, igen, mondani, a cigánysággal van, én szerintem. Hagyjanak minket, csak erre kérem őket. Hagyjanak, éljünk itt békességbe a faluban. Köszönjük egymásnak, hello, hello. Ennyi. Hát különben olyan 30 éve lakunk itten. Itt Magyarban egyesen. Soha nem volt itten probléma. Csak mióta megjelent ez a szebb jövő. Tavaly év elején egy helybéli kocsmáros brutális módon meggyilkoltak. Magyar származású emberről van szó, aki elkövette ezt a gyilkosságot. A családunkban volt az a magyar srác, az unokahúgommal lakott. Akkor úgy döntött Magyarbánhegyesről néhány fiatal, hogy összefog. Én nagyon sajnálom, hogy ezen a településen idáig faj volt a helyzet, romák és a Szebb Jövőért Egyesület között. Ezt apukámnak a halálával akarják összefüggésbe hozni. Pedig ennek az egésznek semmi köze apukámnak a halálához. Egyenruhánk nincs, formaruhánk van. A fekete oldalzsebes nadrág, fehér ing és fekete Szebb Jövőért mellé. Ami polgárőr fölirat nélkül van már, mivel polgárőr tevékenységet nem folytatunk, amióta fölfüggesztettek minket a tevékenység folytatása alól. Igazából ki volt adva, hogy nem járőrözhetünk Magyarbányegyesen. Mi nem is járőröztünk, hanem ugye ráfogtuk ezt a megfigyelő szolgálatos dolgot a járőrözés helyett. Bárhol menjünk, megállítanak minket. Nem, hogy megállítanak minket, hanem fogva tartják az embereket. Ők folyamatosan följelentettek minket akkoriban, hogy járőrözök. Az oké, szerintem. Őket nem viszik be kihallgatásra, meg ilyenek? Hát a rendőrség kijöttek, ugye, igazoltattak minket esténként többször is. Ugye elmondtuk, hogy mi csak megfigyelünk, nem csinálunk ezen kívül semmit. Nem járőröz. Nem járőrözök. Mi a különbség pontosan? Én ezt nem értem. Tehát, hogy ez csak a két a járőrözés, a szó, amit nem használunk. De gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz a kettő. Látták az utamot kocsival keresztbe? Lovas kocsi elé váltak? Nem, mi nem szoktuk őket megállítani. Nem, mi csak kövessük őket. Hát kimentünk fájra, Csíkszai László volt nekünk ilyen fás részt. Jött három fiatal úriember, elkezdtek kötözködni. Hát én nyugodt voltam ebben az ügyben, mert tudtam, hogy a tévfát tényleg kaptuk, és én mondtam, hogy jó, sem innestől kezdve el fogok indulni. De az, hogy nem mennek el, ez a tekintélyeteknek köszönhető, vagy? Szerintem igen. A falu szélén elállták az utamat keresztbe, és ottan továbbra is mondták, hogy minket nem fognak elengedni. Mindenkinek állampolgári joga az, hogyha valami bűncselekményt észle, akkor föltartóztathatja a bűncselekmény elkövetőt. És akkor ezt is csináljátok is? Persze. 40 polgárja van, 40 Szebb Jövős. Rendőrkapitányság tőlünk 6 kilométerre van, 14 vagy 16 darab térkamera figyelő. Hát még kéne valakit, hogy hozzanak ide. Eleve van polgárőrség, és ők nem végezték, vagy nem végzik a dolgokat? Végzik, de nem tudták szerintem kezelni a helyzetet. Az egész cigány gyerek közmunkára jár, dolgoznak. Probléma a faluban nincs is. Ha bárkit is meg itt akár fölmehetnek, akárhol. Azért szeretem, mert csendes az egész. Meg lehet nézni. Azért mondom, hogy meg lehet nézni. De mit lehet megnézni? Hát a biciklikát, hogy nincs halakat a autó. Nekem semmi már nem tűnt. Úgyhogy nekem a kertből se szednek fel semmit, inkább kérnek, úgyhogy én ők rájuk nem tudok semmit, mert részműveség laknak ott mellettünk, de semmit nem tudok rájuk mondani, hogy mert minket nem bántottak. Én nem érzékelem úgy, hogy az itteni roma családokkal, vagy közösséggel baj lenne. Most gyakorlatilag tehát nem tudom, mert nem látom értelmét, hogy vannak. Hát ez a Szebb Jövőért, mert minek vannak.
annak, hogy egymás közt most tök mindegy, hogy mindenfélét kitanálgatnak és úgy támadnak minket, úgy zaklatnak lakásainkon, kisgyerekekkel. Otthon voltunk, pont én vacsorát csináltam 9:30 környékében, mikor lejöttek 5 kocsival, ugyebár. Kiszálltak Orosz Gabi, Vajda Norbi, meg Gulyás Misi. Pont egy barátomat vittem ki a házához, én is oda mentem. Elég csendes beszélgetés volt. És be volt rúgva az a Gulyás Misi, és mondta, hogy mi szólnánk hozzá, ha nem elnapnak. Legutolsó utcában féltem, hogy az egész családomat fenyegetve éreztem. Ez csak egy véletlen volt, hogy ott én is ott voltam ennél a dolognál. Mert láttam, hogy részegek, nem akartam balhézni se. Bevittem a gyerekeimet, beküldtem a szobába őket, mindegyiket be. Én is bementem a házba, ennyi. Szóltam, hagyjatok engem. A gyerekek előtt soha nem történt semmilyen precedens, még sehol az országban is. Hát az volt odaírva ide, a szebb jövő. Meg volt rajta sapka is. Mindenki tudja, úgy szaporodnak ezek a férgek, mint a patkányok. Az elkövetkezendő években meg fog többszöröződni ezeknek a sátánfagyizatoknak a száma. Marci is apró módon megiszok egy sört. Itt a fagyizóba. Felmentem, megittem egy sört, abból egyből kettő lett. Viszont hát olyan vagyok, hogy engem meg is hívnak sörre, stb. Jó, hát megittem 2-3 sört, ne, ennyi. Átmentem a másik helyiségbe, mert itt a fagyizóba nincsen WC, kis gyerek az. Ja, hogy mentem, befelé jött ki. Hát jó, hát... Hát, hogy véletlen volt, most még ki tudja már, most ki tudja, mindegy. Összeütköztünk. Válla. Hát, akiben van, hát az jó, persze, hogy szólok. Szóltam, hogy hé, ne haragudj, mondom, hát azért elnézést kérhettél volna, hát csak tudja a fiatalabb. Hát, mert ismerem egy, hát ismerem, mert ilyen pici gyerek volt. Előttem nőtt fel. Hát ő rázza a lábát, hogy így, meg úgy. Ilyen 7-8 volt, lehettem itten esetleg. Hazaérek, és olyan 9 óra körül, az 9, vagy 9 elmúlt, így valahogy. Csak velük az ablakot jönnek cidáig, hogy szebb jövök. Kimentem kinyitni az ajtót, azt mondták, hogy Fodors Annyit keressük. Mondtam, hogy beszaladtam, mondtam apának, hogy apa keresnek. Az Isten, kimegyek. Mondja, hogy mi van, azt mondja, hogy belekötöttem a gyerekbe, hogy én akarom megölni, mert leszurkálni, meg ilyesmi. Megfenyeget, hogy nem kettem belékes, hogy a gyerekbe azt mondja, hogy mától kezdve nem csak te rád, anyádra, apádra, mindenkire rászállok, azt mondta, hogy olyan szemét az árnyék. Nem csak évi volt, hanem volt négyen, kocsiban négyen vagy öten. Kisgyerekkel kimentem, az ölem, fogtam a kezembe, fráncigált a gyereket a kezembe, tegyem le. Mit láttál? Hát azt ad, hogy Zsoltának valaki lüktést tovább, hát. Még akkor este szóltam a rendőröknek, hogy basztok jönni a rendőrök. Egy rendőr nem jött ki. Másnak jött a rendőr 10 óra fele. Figyeljetek, a motoros rendőr. Hiába beszéltek most így. Igen. Hiába beszéltek kik. A fiam. Hiába beszélgettek, mert senki nem csinál semmit. Azt mondja, ez román állampolgár, agyon kell ütni, úgy, mint a cigányokat. Ha megoldják itt. Ennyi. Én csak jót tudok mondani, főleg a helyi rendőrökről. Jól is végzik a munkájukat, hogyha bejelentés van, akkor hamar kiérnek. Szóltunk, és hajnalba jöttek ki. Hajnal 3 órakor, 2 órakor, és az incidens történt 8 órakor. Meg is ölhettek volna minket nyugodtan, majd ha meghaltak volna, és lefényképeznek tovább. Gyertek ki, torvajok! Megnéztek, baszva! Menjünk lefelé! Gyere, gyere, gyere! Gyere ki, cigány! Ezek előttek, ezek régi barátjaim voltak. Mind egytől egyik. Egy utcában neve, szebb jövősök. Együtt jártunk kocsmába, együtt jártunk billiárdozni. Az én utcámban nevelkedtek. Az én utcámban. Ez a Norbi. Az nálunk evett. Nálad tőlünk hitelezett. Mi ugyanúgy vissza tőlük. És mitől változott ez meg? Ezt én is szeretném tudni. Hogy mitől változott meg? Mitől változott meg?